Egy éves közös munka után újabb 12 hónapos közös műsorgyártása nyílik lehetősége a Zemplén televíziónak, a szlovákiai TV Zemplénnek és az ukrajnai Tisza TV-nek. Az Ismerjük meg egymást című határokon átívelő televíziós műsort követően, sikeres uniós pályázatnak köszönhetően, közösen televíziók határok nélkül címmel folytatódik a munka, mely lehetőséget teremt a médiumoknak, hogy szélesebb körű kitekintést adjanak a nézőik számára. Nagyon örülök annak, hogy ismét folytatódik ez a közös projektünk. Én, mint gyártó azt tudom mondani, hogy szerintem további olyan helyeket tudunk majd bemutatni az ittenieknek, amit még eddig nem volt rá mód, vagy nem volt rá lehetőség. Úgyhogy nagyon remélem, hogy más adásokat is, frissebb dolgokat tudunk majd bemutatni. A műsor a határmenti régió legfontosabb társadalmi, gazdasági és kulturális eseményeit dolgozza fel. A nézőink egész év folyamán hiányolták a közös programot, a közös műsort. Mindenkit nyugtattunk, hogy átment a pályázat. Ebből is kitűnik, hogy az emberek várják és igénylik, hogy híreket kapjanak a szomszédos határmenti térségekből és az ott történtekről. A projekt több programelemből épül fel. A közös műsorgyártás mellett a partnerek roadshow keretében mutatkoznak be a nézőközönségnek Sátor Aljaújhelyen, Nagymihályiban és Ungváron. A stábok 70 órás média képzésen vesznek részt, három nyelvű közös internetes honlap készül a projekt folyamatos bemutatására, a program lezárásaként pedig egy év múlva közös média konferenciát rendeznek. A szakmai továbbképzés lehet a legfontosabb eleme ennek a pályázatnak. Mint minden pályázatnak, nem igaz, hogy nem lehet, hogyha egyszer az ember már megtanult valamit, hogy nincs fejlődés, hiszen a technika is fejlődik, az élet is fejlődik, mindig felgyorsul, nekünk ezt követnünk kell, tehát mindenféleképpen a szakmai értekezleteket és az elkészült filmek megvitatását tartom a legfontosabbnak. A partnerek az egyéves közös munka során szeretnék bemutatni azokat az érdekes embereket, kulturális és épített örökségeket, melyek fontos szerepet tölthetnek be mindhárom térség turisztikai fejlődésében is. Személyes portrékkal nagyon tartozunk még, tehát a térségben is vannak olyan emberek, akik rendkívül kiemelkedő munkát végeznek, és ezeknek a bemutatásával tartozunk, de természetesen újabb és újabb attrakciók, újabb látványosságok, beruházások készülnek a térségben, amelyre az új műsorokban mindegyikre sort kerítünk. Mindhárom televízióban egy éven át heti rendszerességgel láthatják a nézők a közösen Televíziók határok nélkül című műsort. A cél most is az, hogy az Észak-Kelet-Magyarországon, Dél-Kelet-Szlovákiában és a Kárpátalján élők információkat kapjanak a régiók mindennapjairól, az együttműködési lehetőségekről.